Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Nagyon régóta terveztem már nektek csinálni egy ilyen videót, amiben kicsit tudunk beszélgetni az életmódról, diétáról, edzésről és hasonló ilyen dolgokról. És kitörő örömmel mondhatom el nektek, hogy ennek a videónak az elkészítésében egy általam nagyon kedvelt cég segített, amit ugye láttatok is már az indexképen, a LifeTilt támogatja ezt a videót. Úgyhogy szeretnék egy kicsit mesélni nektek az én LifeTilt-es múltamról, illetve kaptam tőlük egy csomagot. Nagyjából már belelestem, nem bírtam ki, de mindjárt együtt kipakoljuk, kicsit részletesebben is megnézzük, és közben beszélgetünk egyet. Még mielőtt beleugranánk a Maydeez-be, azért azok kedvéért, akik esetleg nem hallottak volna a LifeTilt-ről, elmondanám, hogy diétával, életmóddal, edzéssel kapcsolatos cégről van szó. Hogyha valaki egy kicsit jobban szeretne utána nézni, akkor van webshopjuk is, illetve van egy üzletük is, a Balcsi Zsilinszky út 37-es szám alatt. Ezen kívül Facebookon is van egy csomó csoport, ahova be tudtok lépni, akkor, hogyha nők vagytok. Ugyanis a LifeTilt kifejezetten nőknek készült. Igaz, itt javítanék egy kicsit, mert már vannak férfi programok is, és majd mindjárt az ételkiszállításról is beszélek nektek egy kicsit, viszont a Facebook csoportokba csak akkor tudtok belépni, hogyha csajok vagytok. És ha bármi kérdésetek van egyébként, oda fotót is tölthettek fel, tudtok kérdéseket feltenni, nagyon jó fejek az adminok, úgyhogy mindenre válaszolnak nektek. Emellett pedig nagyon motiváló tud lenni, hogyha böngészel bent, egy csomó nő tölti fel oda a saját történetét képekkel együtt, adatokkal együtt, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy nézzetek körbe. Ha véletlen később elfelejteném mondani, akkor most letisztázom, hogy az összes link lent lesz a leírásba, úgyhogy ha kedvetek támad nézelődni, akkor keressétek ott őket. Az első dolog, amit szeretnék nektek elmondani, az az, hogy én és édesanyja évek óta csináljuk ezeket a diétákat, rengeteg fogalmam nincs, hogy mennyi étrendet adtak már ki. Mindegyik nagyon tartható, különböző igényeknek megfelelőek. Az összes diétában minden étkezésnél látod, hogy mennyi kalória, mennyi fehérje, szénhidrát és zsír van benne. Nagyon tarthatóak a diéták, és iszonyatosan személyre lehet szabni. Tavaly próbáltuk ki édesanyával az ilyen kiegészítő étrendjeiket, ahol olyan esetekre is gondoltak, amikor nem feltétlen tudsz egy nagyon megszabott, kemény diétát tartani, mint például fesztivál, vagy ünnepek, húsvét, karácsony. De most egy új dolgot próbálunk ki, én is és Bence is, kapunk kaját tőlük, ugyanis azon túl, hogy fix diéta programokat tudsz venni, van lehetőség arra, hogy ételházhoz szállítást kérjél, természetesen ugyanúgy diétás étrendekből, és itt emelném ki, hogy ez nem csak egy budapesti dolog, hanem országos ételkiszállításuk van, amit egyébként nem meséltem nektek, de én 2 hónappal ezelőtt megleptem édesanyját egy hónapos kajával, úgyhogy ő hamarabb próbálta ki ezt a házhozszállításos dolgot, mint én. Viszont most mi is kipróbáltuk Bencével, illetve még mindig próbáljuk, úgyhogy megmutatok nektek gyorsan pár dolgot, hogy mit kajáltunk. Emellett pedig mutatnám, hogy csörögni fogok, ne haragudjatok. Így kapjuk minden reggel a kaját, minden kaját előre csomagolva. Itt kitérnék egy kicsit a csomagolásra, az összes csomagolás 100%-ban újrahasznosított alapanyagokból készül, és igaz, hogy ez most nem a foodhoz tartozik, viszont 2020-ra az összes csomagolást meg fogják újítani, ami azt jelenti, hogy az összes műanyag csomagolás le lesz cserélve, és ezzel a lépéssel egyébként a LifeTilt lesz Magyarországon az első ilyen cég. Gyorsan mutatnám nektek, hogy így néznek ki egyébként a kaják, mindegyiken van egy címke, hogy mi van abban a csomagban, mikorra van az az adag, például itt van ez a vasárnapi 10 órai, és a tápértékek is táblázatban vannak szedve. Hogyha felkeltette az érdeklődéseteket a dolog, akkor írjátok meg nekem komment részlegbe, hogy szeretnétek-e mit ettem a héten videót, és akkor egy kicsit részletesebben is meg tudom nektek mutatni ezeket a dolgokat, illetve a link ott van a leírásban. Amit még el szeretnék mondani, hogy én most az 1400-1600 kalóriás tavasz-nyári étrendet eszem, Bence pedig a férfi étrendet végül is 2000-2200 kalóriásat. És akkor végre előveszem a csomagolást. Nagyon vártam már, mert nagyjából tudom, hogy mi van benne, viszont még részletesen nem néztem át, és semmit nem bontottam ki, úgyhogy most itt előttetek.
akkor nézzük egyesével, kicsit csörögni fogok nektek. Az első, ami van a csomagunkban, az egy full cap, Life Tiltes logóval. Hát én ezt most felteszem nektek, de azt már biztos láttátok, hogy én nem vagyok egy nagy sapkás, úgyhogy ezt Bencének biztosan oda fogom adni. Hogy áll? A következő, ezt nagyon vártam már, hogy megnézzem, remélem jól tartom. Protein szelet, és ez egy új termék egyébként, kicsit puskázok, hozzáadott cukor nélkül, tartósítószer, színezék, GMO és gluténmentes, tehát igazából mindenmentes, aminek Rebeka nagyon örül. Mutatom, így nyílik ki. Mondom, hogy milyen ízeket kaptam. Cherry likőr, dried fruits, tehát szárított gyümölcsös, málna, csoki kókusz, csokis és kávés. Nem is tudom, hogy melyiket próbáljam ki, viszont szerintem egy kávésat azt most itt le is tesztelünk. De jó. Nem akarok teli szájjal beszélni. Annyira finom, mintha rendes csoki tennél. Egyébként nagyon válogatós vagyok protein szeletekben, de ezeket most a elkövetkezendő pár hétben meg fogom kóstolni, mindet, megígérem, és el fogom mondani, hogy melyik a legjobb, de az biztos, hogy ez a kávés, ez nagyon finom. Van két kis kulcstartóm, az egyiket mindjárt fel is teszem majd a kulcsomra, viszont az egyik legfontosabb, amit külön kértem, hogy ilyet tegyenek bele az én csomagomba, ugyanis erről szerettem volna nektek beszélni. Az első az még nem az, egy piruvátván, kálcium piruvátot tartalmazó táplálékkiegészítő. Hogyha valaki kíváncsi rá, hogy melyik táplálékkiegészítő miért felel, akkor azt az oldalon meg tudja nézni. Most ezzel nem szeretném feltétlen húzni az időt, viszont azt elmondanám, hogy ez itt van nálam, ez még a kis sajátom, amiket hoztam otthonról. És ezzel kapcsolódnék be abba a témába, amit most el szeretnék nektek mondani, hogy ez a RED kampány, ez gyermekmentő alapítványnak gyűjtött pénzt. Összesen 20 millió forintot adományoztak gyermekmentő alapítványnak, és mivel ez a kampány már lejárt, nem erről szeretnék beszélni, hanem erről itt, ami a Pink Collagen, és szerintem nem túl sok embernek kell elmondani, hogy ez a kis szalag miről is szól, amit én most itt le is veszek. Természetesen a rózsaszín szalag az a merrák elleni küzdelmet jelképezi. Aki esetleg tagja a Facebookos csoportnak, az tudhatja, hogy Tamás, az alapító arra kért mindenkit, hogy aki ilyen pink kollagént rendel, legalább egy ilyen szalagot fog kapni a rendeléséhez, és ezt a pink szalagot legalább egy napig hordja, és ő is hívja fel a figyelmet a merrák elleni küzdelemre, úgyhogy én a hajamat most hátra is teszem, és ha bár rózsaszínbe vagyok, fel fogom tenni ezt a szalagot. Hát ez pont nem jól sikerült, hogy most ugyanolyan színűbe vagyok, de remélem azért egy kicsit látszik. És gyorsan ezt el szeretném mondani, aki nem tudná, hogy mi is az a kollagén, először is. Kollagén a szervezetünk egyik legfontosabb anyaga, és konkrétan ez felel az összes létező szövetünknek a rugalmasságáért és a feszességéért. Mindenhol megtalálható a hajadban, a bőröd szöveteiben, körmödben, az ízületeidben, porcok, csontok, mindenhol. És igazából egészen addig, amíg nem kezd el csökkenni a szervezetedből, észre se veszed, hogy mennyire fontos. Ugyanis amikor ez elkezd fogyni, nem csak a kor előre haladtával, hanem a dohányzás, az alkohol és egyéb dolgok miatt, a bőröd állapota elkezd romlani. Jönnek a pigmentfoltok, elkezdenek előbújni a kis ráncok, ízületi fájdalmak és hasonló dolgok, de most nem erről van szó még mindig. Augusztus 1-től van az a kampány, hogyha pink kollagént vásárolsz, akkor 500 forinttal támogatod a merrák elleni küzdelmet, és egyébként a kitűzött cél 40 millió forint, amiből 8,4 már megvan. 40 millió forintból 25 millió lesz genetikai kutatásra fordítva, 15 millió pedig a nők fizikai és érzelmi károinak enyhítésére. Úgyhogy ha éppen gondolkoztok azon, hogy táplálékkiegészítőt vegyetek, és főleg
kollagént, amit egyébként nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, akkor mindenképpen válasszátok a Life Tiltet, mert tényleg egy nagyon jó célt támogattok vele, és egy nagyon fontos célt, amire kellő figyelmet kell fordítani. És még mielőtt az utolsó terméket kivenném a csomagból, elmondanám nektek, hogy rengeteg ilyen támogatásos program működik a Life Tilten. Két dolgot emelnék ki. Vannak nagyon eredményes lány sportolók, illetve édesanyukák. Erről is nagyon sokat lehetne beszélni, de hogyha megnézitek az oldalakat, akkor kicsit utána tudtok járni. És az utolsó két dolog. Ez egy edzősnadrág, ez pedig egy felső, amit mindjárt fel is fogok nektek próbálni, de előtte kibontom. És még mielőtt ezekbe belebújnék, azt azért elmondanám nektek, hogy a Pestre való felköltözés meglátszik rajtam. Nem szeretném számszerűsíteni, hogy hány kiló csusszant fel rám, viszont dolgozok rajta. Látjátok, hogy tényleg mindent megteszek annak érdekében, hogy egy kicsit helyre rázzam magam. És ha bár nagyon szeretek edzeni, azért vannak hullámvölgyek a lelkesedésembe, és lehet, hogy ezzel csak én vagyok így, viszont hogyha elfogy a lelkesedés, és veszek egy új edzéspólót, vagy nadrágot, vagy bármi kis apróságot, akkor valahogy mindjárt több kedvem van edzeni, úgyhogy mindjárt fel is próbálom ezeket. A nadrág is, és a felső is ilyen hálóbetétes. Remélem, hogy jók lesznek rám, és esetleg még jól is fognak állni, úgyhogy gyorsan felkapom. A jelenlegi beállítás közel sem arra van kitalálva egyébként, hogy ruhákat próbáljak fel, úgyhogy ezen kicsit majd dolgoznom kell, és a felsőt nem fogom nektek megmutatni, mert nagyon szexi. Itt egész végig csipkeberakása van, és egészen mély a kivágása, de a nadrágot mindenképpen megmutatom. És ha bár a fejemet nem fogjátok látni, azért elmondom. Ahogy mondtam nektek, mind a két oldalt ilyen nagyon szép kis hálós berakása van. Itt oldalt van rajta egy Life Tilt logó, és iszonyatosan jó érzés, nagyon összetartós anyaga van, amire jelen pillanatban még van is szükségem. És akkor így nagyon nagy vonalakban ennyi is lett volna ez a videó. Remélem, hogy tudtam nektek pár új dolgot mondani, hogyha esetleg bármi kérdésetek van, bármivel kapcsolatban, amit most megemlítettem a videóba, akkor azt feltehetitek nekem a komment részlegbe is. Vagy ha szeretnétek, hogy valamiről kicsit bővebben és többet beszéljek, azt is írjátok meg nekem. A csomagot még egyszer nagyon szépen köszönöm a Life Tiltnek, nektek pedig köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy nagy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Hogyha esetleg nem követnétek Instán, akkor ott is kövessetek be. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, a következő videóban találkozunk, sziasztok!